Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Máma eljutottam Qumranba. Nagyon szép hely. Nagyon meleg. Közel van a Holtengerhez. Nincs messze. Jeruzsálem is. Kb. Abba az irányba van. Úgyhogy lássuk aztán, mivel találkozunk. Tehát itt van egy rövidke leírás, ugye az első barlangból, amit 1947-ben helyi beduin pásztorok találtak meg, és 8 cserépedényt találtak, amiben teljes Izaiás tekercsét, közösségi szabályokat találtak, és Habakuk könyvének magyarázatát. Menjünk körbe, és lássuk, mit fogunk még látni. A rituális tisztálkodásnak volt a helye, egyfajta medence. Nagyon szép hely, köves sziklás. Azért nem volt egy könnyű életvitel itt a pásztoroknak a juhaikkal, úgyhogy irigylésre méltó, hogy meg tudtak itt élni. Ott szemben van a Holtenger, Jordánia másik oldalon, úgyhogy lássuk majd közelebbről is, hogy mi van található itt. Itt látszik a víznek a helye, de hát itt legfeljebb egy-két hónapot, ha van egy kis víz, egy kis csapadék, ugye decembertől egészen februári, vagy novemberben is még esett az eső, de hát kicsi az esélyre.
Kicsi mászás után átjöttem arra az oldalra, ahol egy-két barlangot megtaláltak. Úgyhogy nagyon szép hely, olyan jó sziklás. Mi szakadék szembe, ott szembe a másik oldalt. És van még egy-két üreg.